Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 4-0-ra verte a Szegedet a Kisvárda Masterbud. Megérkezett a Marsó Nyíregyházához a Bosnyák Tarics. 3 ezüstéremmet ért haza a Masters VB-ről Szokol Diana. A Spari 3-0-as győzelmével zárult az NB3 megyei rangadója. Felkészülési tornákon csiszolják formájukat a nyíregyházi kézisek. Szolnokon majd nagysárosan hangolnak a bajnokságra a tekézők. Megszerezte első bajnoki győzelmét a Kisvárda Masterbud. Sós Imre együttese az NB2 harmadik fordulójában a Szegedet fogadta, és 2-0-ás félidő után 4-0-ra verte ellenfelét. Megvan a várt első győzelem, még pedig magabiztos játékon 4 gól szerezve. Szerzett 3 pontot, a csapat megkönnyebbült? Annak ellenére, hogy ettől a mérkőzéstől tartottam a legjobban, hiszen Szeged egy rendkívül szervezett csapat. Ezt ugye az előző mérkőzések is bizonyították. Én úgy gondolom, hogy a csapat még egy Ilmot ellen sokkal jobban játszott, mint most. Most viszont kiszakadt a hálom. És úgy tűnt kívül, hogy végig a Kisvárda akarat érvényesült. Igen, én is úgy gondolom, hogy tudtuk, hogy az ellenfél középpályáját át kell valahogyan játszanunk. Nem a lapos passzokkal próbálkoztunk, hanem a felévelésekkel. Ebből adódóan elég sok szabálytalanságot sikerült kiharcolni, pontfogásokat az ő 16-osuk környékén. Igazából attól is tartottam, hogy azért lényegesen magasabb játékosok alkották az ellenfél kezdő 11-ét, mint a miénket. Ennek ellenére 3 pontrugásból 3 fejes gól született, úgyhogy ez mindenféleképpen a srácoknak az érdeme. Mekkora volt a nyomás a meccsőt a játékosokon, hiszen hiába játszott jól a csapat, azért bennük volt, 2-szer jól játszottunk, kihattunk, mivel a harmadszor is jól játszunk, aztán nem jönnek a pontok. Hát nyilván ezt kezelni kell tudni mindenkinek, ezért profi játékosok. Bennünk volt ez a, nem azt mondom, hogy félelem, mert aki fél, az nem menjen fel a futballpályára játszani, de én úgy gondolom, hogy ma minden játékosom maximálisan átérezte a helyzetet, oda tették magukat, és ma végre a helyzetek is bementek. Akkor valamennyire azt látom, hogy megnyugtató, hiszen igaz, hogy 3 meccsből csak 3 pont van, de a játékkal eddig sem volt gond. Most már az a gát is, ha volt egyáltalán gát, felszakadt, ami az eredménytelenség miatt lehetett a csapatban. Könnyebb lesz ezután? A másodosztály rendkívül kiegyenlített, senki ellen nem lehet biztosra venni. Ugye a Szeged pontot rabolt a Gyirmottól, idegenben megverte a Siófokot, most itt kapott 4-et, tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon kiegyenlített bajnokság. Kemény mérkőzések várnak a csapatra, de hát remélem, hogy a kitűzött célt az simán el fogjuk tudni érni. Ismét hazai mérkőzés következik, a 4-es széri utolsó meccse, és legutóbb azt mondtam, hogy mindenképp kell a 3 pont, most ugyanezt el lehet mondani. Én úgy gondolom, hogy amiről beszéltünk korábban is, hogy talán a bajnokság elején szeretnénk egy olyan katlant kialakítani itt, hogy aki idejön, az ne tudjon pontokkal távozni, eddig ezt ugye nem sikerült megvalósítani. Most viszont elindultunk azon az úton, ami úgy gondolom, hogy lökést adhat a csapatnak. Vártuk ezt a győzelmet, hogy mentálisan is a srácok elhiggyék azt, hogy a heti munkába belefektetett energia az mindenféleképpen megtérül. Most jött, remélem, hogy ez hosszú távon ki fog tudni tartani. Egy 2 meccs után pont nélkül álló Kisvárra az érkeztek 4 ponttal, hasonló meccsre számított? Hasonló, a brusztolos meccsre számítottam, igen. Hát mi a Kisvárnak mindenképp kellett a 2 vereség után a győzelem, az sajnos sikerült ma nekik. Azt szokták mondani, a rögzített játékhelyzetekre fel lehet készülni. 3 szabadrugás után kapott 3 fejes gólt a Szeged. Mit rontottak el? Valóban fel lehet készülni, de pontosan az agresszivitást kevertük össze, mert nem a 16-os környékén kellett volna oly agresszív lenni, hogy szabadrugásokat harcoljunk ki az ellenfél, hanem a 16-oson belül a testi kontaktus ezeknél a pontrugásoknál. És hát sajnos volt, aki ugye a földről fejelte a gólt, nem is kellett felugrani, mert ezek a párharcokban ma alul maradtunk. 4-0-ra nyert a hazai csapat, a játékép alapján reális ez a különbség? Hogyha igazán a futballt nézzük meg, amilyen játékot mi tudunk játszani, úgy nem reális az eredmény. Még egyszer mondom, sajnos a pontugások azok ma nem voltak erősségeink. Gratulálunk, megvan az első győzelem, hogy ezt a 2 fejes góllal járultál hozzá. Hogy láttad belülről, milyen volt ez a meccs? Úgyhogy 2 vereség után 0 ponttal vártátok. A harcos meccs, ahogy vártuk is igazából. Hát próbáltunk mi is hosszú labdákkal dominálni, megcsúsztatott labdákra beérni a kapu elé. Hát mind a 3 gólunk pontrugásból, illetve a 4. az 11-esből, úgyhogy örülünk neki. Reméljük, hogy folytatásban lesz az akcióból is. Amikor Erős Gabi odáll a labda mögé, akkor már lehet arra számítani, hogy valamelyik őtöknek, aki érkezik, jön egy pontos labda? Így van, azért igazából én is számítottam rá, hogy oda fogja rúgni, ahova gondolom. Hála jó Istennek, hogy odajött a fejemre, mind a 2 nem nagyon kellett tennem érte semmit, csak beletenni a fejemet.
Mennyire volt nyomás rajtatok a meccs előtt, hiszen azért úgy kaptatok ki kétszer, hogy nem játszottatok rosszul? Nyomás volt rajtunk, mert azért első négy fordulót hazai pályán játszuk, és igazából eddig nem sikerült úgy, ahogy számítottunk rá, úgyhogy a szurkolóknak is próbáltunk azért megfelelni. Hál' a Jóistennek ez így sült el, úgyhogy nem késő még. Sok játékos érkezett, gyakorlatilag még mindig érik össze a csapat, hol tartotok most? Hát ott az első győzelmünk, de én bizakodó vagyok, látok szép dolgokat, már most a meccs közben is voltak nagyon szép dolgok. Eddig próbáltuk a dolgokat letutizni, majd most szépen, hogyha mindenkinek meg lesz az önbizalma, jönnek a meccsek, nyerik, akkor szerintem jó játék lesz itt. A harmadik meccsen a második gólod, a szereszerrel, és ezen a meccsen az első gólt, ami nagyon fontos volt. Mennyire volt nehéz ez a meccs, hogy láttad belülről? Köszönöm szépen, igen, azon voltam, de az a fontos, hogy a csapat végre be tudta hozni a meccset. Nagyon fontos volt a három pont. Nagyon masszív csapat ellen játszottuk, amit elterveztünk a meccs közben, hogy középpályukat átjátszunk, az mind sikerült. Fiatal vagy 19 éves, de rengeteg párharcot kell főleg a levegőben megvívnod. Hogyan bírod mondjuk most a Szegednek kifejezetten magas védői voltak hátul? Nehéz dorongom van ilyen fiatalként, de mindent megteszek azért, hogy tudjak folyamatosan játszani. Azért vagyok itt, hogy fejlődjek, és hogy minden párharcot meg szeretnék nyerni. Milyen ez a közösség? Sok új játékos érkezett, most alakul. Nagyon jó közösségünk van, nagyon top játékosok vannak, NB1-ben, NB2-ben játszottak több száz meccsen. Nagyon sokat tudok tanulni tőlük meccsen is, edzéseken is, szóval örülök, hogy itt vagyok. A felkészülés harmadik hetét zárta a Marsonyíregyháza. Már a csapattal edzett a bosnyák Hális Tálics. Sitko Jánő együttese a hétvégén Nagyváradon játszta első felkészülési mérkőzését. Előtérbe kerül a taktika, most már mindenképpen rá fel kell készülnünk a mérkőzésekre. A hétvégén ugye jön egy edzőmérkőzés, ebben már mindenképpen különbözik a többitől, de azt hiszem, hogy mindannyian nagyon várjuk azért az edzéseket, mégiscsak azért csináljuk, hogy mérkőzéseket tudjunk játszani, és abban lehet a legjobban élvezni a kosárlabdát. Itt az edzésen látjuk, hogy gyakoroltatok különböző figurákat. Mennyi idő szükséges ahhoz, míg készségszinten elsajátítanak egy-egy játékszituációt a játékosok? Szívesen mondanám, hogy néhány edzés is elég, ez játékosoktól függ. Próbálok olyan játékokat összeállítani, amiknek a részeivel már találkoztak a játékosok több mozgásban, illetve hát azért csodák nincsenek, itt a mozgás, az alapmozgás az mindig ugyanolyan, csak az attól függ, hogy milyen sorrendben próbáljuk összepakolni őket. De természetesen egy tapasztaltabb játékos sokkal hamarabb meg tudja tanulni, mint az, aki kevesebb tapasztalattal rendelkezik. Viszont a célunk mégiscsak az lenne, hogy sikerüljön begyakorolni a játékokat. Automatikus mozgásokat szeretnék, attól függően, hogy merre mozog a labda, merre mozog a játékostárs. Ez mind megnehezíteni a dolgát az ellenfélnek, hogyha föl akarnak térképezni minket. Ha egy csapatnál bemutatják az ötös játékost, és hallottam már általános iskolákban járnak továbbképzésekre bizonyos szakemberek, és azt mondják, hogy milyen egyszerű játék a kosárlabda, mert csak be kell mondani, hogy ötös, és akkor azt a bizonyos mozgást kell végigjárni. Hát ez nem így van. Ha bemutatják, hogy ötös, akkor nagyon sokféle változat van, attól függően, hogy merre indul el a labda. Ez csak egy alapfelállást jelent, és utána mozognak a játékosok. Tehát nem egy-két hétről van szó, amíg ezt el lehet sajátítani, de remélem, hogy jól fogunk haladni, és a bajnokság kezdetére ezt meg tudjuk oldani. Megérkezett a csapat bosnyák légiósa, még nagyon keveset láthatatok tőle, de mégis minek az első benyomások? Fizikálisan nagyon jó állapotban van. Ugye ilyenkor egy-két edzés után mindenki optimista, és mindenki a szépet próbálja meglátni, úgyhogy nyugtával dicsérjük a napot. Egyelőre minden rendben, lehetne magasabb, mint én, de nem az. Majd megpróbálunk keresni olyat is, aki magasabb lesz, mint én. Szombaton Nagyváradon léptek pályára, a román bajnokság szeptember elején közepén kezdődik, tehát valószínűleg egy erős ellenféllel szemben játszotok, vagy mi a elvárás, mire vagy kíváncsi? Ez így van, arra vagyok kíváncsi, hogy alapvetően az új bosnyák légiósunk melyik poszton a legbevethetőbb. Örülnék neki, ha lenne alsó posztja, de a hármas pozíciót várnám tőle a négyes mellett. Tehát alapvetően ő négyes pozícióban játszik, örülnék neki, ha a hármas pozícióban is bevethető lenne, ezt majd meglátjuk. Illetve azt szeretném megnézni, hogy a fiataljaink hogyan tudnak nagyobb nyomás ellen játszani, hogyan tudják elviselni azt a terhet, hogy alapvetően nekik kell alkotni a csapatnak a magját. Meglátjuk. Szombaton úgy gondolom, hogy egy nehéz feladat előtt állnak, de meg kell, hogy tudják oldani. Három ezüstérmet szerzett a kazanyi Masters világbajnokságon Szokoldiána. A nyíregyházi úszónő a 200, a 400 és a 800 méteres gyorsúszásban is másodiként csapott a célba. Nagyon elégedett vagyok a három ezüstéremmel. Az egyik arany majdnem sikerült, 750-ig vezettem, 800 gyorsan, 800 gyorsan készültünk. Nem vagyok
nem vagyok szomorú emiatt, akkor egy kicsit szomorú voltam, de most már, hogy hazajöttünk, most már nagyon boldog vagyok, hogy 3 ezüstérem sikerült. Milyen hangulatú, milyen színvonalú volt a világbajnokság? Én még ilyen világbajnokságon nem voltam. Annyira pozitív csalódás volt, nem tudtuk, hogy mi vár ránk Oroszországba. Végig jól szervezett, jó hangulatú volt, nagyon sok úszó volt. Tulajdonképpen annyira boldogok voltunk, mikor ott voltunk, hogy ilyen jó társaságba kerültünk, ilyen gyönyörű helyre, hogy már csak pozitívan jöttünk haza minden tekintetbe. Mennyit készültél? Azt mondtad az év elején, hogy az első fél évet teljesen ennek a VB-nek szenteled. Mennyi munka van emögött a 3 ezüstérem mögött? Rengeteget dolgoztunk az edzőmmel, Sajgu Lászlóval. Önképpen én ettől már többet nem tudtam volna úszni, tehát a végére már teljesen ott voltam, hogy nem tudjuk, hogy fog sikerülni. A lehető legjobban sikerült, tehát 10 hónap kemény edzés volt. Tulajdonképpen most már ennek meg lett a gyümölcse. Fogorvosként dolgozol, mikor volt időd ezt a edzésmennyiséget elvégezni, és hol tudtad leúszni a napi akár 8-10 kilométert? Az edzések azok munka előtt voltak, illetve munka után, már a végén 2 edzésen vettünk részt egy nap. A Sóstón úsztunk, és külön köszönet a Sóstó gyógyfürdő ZRT-nek, hogy segített minket abban, hogy tudjunk edzeni. Azt talán kevesen tudják, hogy az a hölgy, aki mindhárom számban megelőzött a kategória alsó korhatáránál van, te pedig, ha minden igaz, jövőre váltasz. Úgyhogy milyen távlatok vannak még előtted ebben a sportágban? Igen, én a 40 és 44 éves korcsoportba úsztam. Ő 40 éves volt, én 44, ilyen korba minden év is számít. Jövőre 45 éves lesz, a korcsoportot váltok, úgyhogy jövőre Európa bajnokság lesz Londonban. Reméljük, hogy együtt fogunk tudni készülni. Hát most legközelebb oda készülünk, tehát most pihenő van persze, de jövőre Londonba szeretnénk menni az Európa-bajnokságra. Ott most nagyon, nagyon erős mezőny lesz. Minden év, minden korcsoportban nagyon erős mezőny van, de a korcsoport alján mindig sokkal könnyebb úszni. Te irányítottad a világbajnoki felkészülését, mennyire voltál nyugodt és bizakodó a VB előtt? Szépen lassan építkeztünk versenyről versenyre. Több magyarországi versenyen részt vettünk, illetve egyszer voltunk Eindhovenben, Hollandiába, és mindegyik verseny arra utalt, hogy jó úton járunk, és hogy az a világbajnokság jól sikerülhet. Amit magunk elé kitűztünk, azt sikerült megvalósítani, és ezek a versenyek mindig adtak egy lökést, egy pozitív kiszfogást, hogy jó úton járunk. A 800 méteren hiányzott talán a legkevesebb az aranyéremhez, mi múlott? Volt egy taktikánk, amit az elemzésekből gyúrtunk össze. Az volt a taktikánk, hogy leszakítjuk ezt a Jane nevű hongkongi versenyzőt, és annyira leszakítjuk, hogy a hajrában már nem lesz ereje minket utolérni. Jól alakult, nagyon jól alakult, vezettünk 4-5 másodperccel is. Aztán sajnos a végére mi elfogytunk, és nem volt akkora szakadék köztünk, hogy ő azzal a baromi jó hajrájával ne tudjon minket megverni. És hát akkor kicsit össze is omlottunk az utolsó 50 méteren. Lehetett látni a dián, hogy sajnos elkapott minket ez a hongkongi, amúgy nagyon leszerű és nagyon leszerű sportember és jó úszó. Mikor folytatódik a közös munka? Igazából most nem lesz a közeljövőben nagy verseny. Én addig diának egy nagy pihenőt, hogy mindent átértékeljen, illetve kihelyezzen kicsit a medencére, a vízre, a keményezésekre. De azért napokban elkezdünk egy levezető munkát, egy heti 3-szori úszást, és akkor majd kitűzzük a következő célt, hogy hol szeretnénk elmenni, hol szeretnénk oszlapálni. 3 fordulót követően is pont nélkül áll az NB3 keleti csoportjában a Nyírbátori SC. Kovács János együttese a legutóbbi fordulóban a Nyíregyháza Spartakusztól kapott ki 3-0-ra. Nem borult a papírforma 3-0-ás nyíregyházi győzelemmel zárult a NB3 megyei rangadója, volt esetleg több a megyben, vagy ez volt a realitás? Így utólag azt mondom, ez volt a realitás. Egyetlen egyet hiányoltam az egyéni kreativitást csapattól, és a küzdőképességet, ami egy kicsit meglepett, hogy nagyon merevek voltunk és tompák, mintha megijedtünk volna, nagyon tiszteltük a Nyíregyházát ezek szerint, pedig hát semmi olyan felelősség nem volt a csapatra rányomva, hogy ezt a mérkőzésen nekünk meg kell nyerni, és mindenképpen pontot kell szerezni, nyugodtan játszhatott mindenki. Hát ebbe belehibáztunk, és ez nagyon keserű pirula számomra. Viszont hangulatilag olyan mérkőzés volt, amely régen volt Nyírbátorban.
Nem sok játékos játszott ilyen hangulatú mérkőzést, én biztos vagyok benne. Ez érződött is a csapat teljesítményén, véleményem szerint itt utalnák arra, hogy megijedtek, pedig felhívtam a figyelmet a külső körülményekre, hogy ne foglalkozzunk semmivel, a játékkal foglalkozzunk, oldjuk meg, egyszerű játékot kértem, nem kellett túl komplikálni az eseményeket, mindenki, ha önmagát adja és a tudását, akkor biztos, hogy szorosabb lett volna a mérkőzés. Egy-két ember belehibázott a védekezésnél, és ezt azonnal büntette a Nyíregyháza. Három fordulót eltelt, nincs még pontja a csapatnak, mennyire nyomasztó ez a tény? Természetesen nyomasztó, nem ilyen rajtól álmodtunk, és nem ilyenre számítottam én se. Az első mérkőzés a fájó pont, a másik kettőben benne volt a papírform szerinti bármi, hogy alakul. Ott a 60-i mérkőzést, azt nagyon sajnálom, mert ott meg volt minden lehetőség arra, hogy azt akár meg is nyerhettük volna. Hát most új alapokról kell indulnunk, és bízom benne, hogy azért a munka benne van a csapatban, és ennek az eredményét az elkövetkező időben szeretném újra látni, visszalátni, hogy mégis mire vagyunk képesek. Vasárnap az Újpest 2 érkezik Nyírbátorba, egy NB1-es csapat második együttes, egy picit mindig lúzni, milyen ellenféle mesére lehet számítani? Igen, hát itt a második csapatoknál mindig vannak változások, 1-2-3, ugye az attól függ, hogy milyen játékos, milyen szintű játékosokat adnak vissza a felnőtt keretből. Kíváncsian várom én is a hétvégi fordulót, megmondom őszintén, hogy mindent egy lapra feltéve csak a győzelem az elfogadható. A felkészülés legintenzívebb szakaszában jár a nyíregyházi KC, az NB1B rajtjára készülő csapat sorra játssza az edzőmeccseket. Hétvégén Balmazújvárosban voltunk egy nemzetközi tornán. Mi voltunk az egyetlen másodosztályú csapat. A nyáron, amikor felkértek minket, hogy részt veszünk ezen a tornán, akkor én örömmel fogadtam ezt a felkérést, hiszen a mi politikánk az, hogy azért mi szeretnénk mindenképpen olyan csapatokkal játszani, akik egyrészt megmérettetjük magunkat, másrészt pedig én azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan visszajelzést tudunk ezektől a meccsekről kapni, amit később hasznosíthatunk. Ha most gyengébb csapatokkal játszunk, egyrészt a környéken nehéz is lett volna ezt megszervezni, másrészt pedig én azt gondolom, hogy becsaptuk volna önmagunkat. Úgyhogy mindenképpen pozitív élményeket értünk hazáról a tornáról. Kikkel játszottatok és milyen eredményeket értetek el, bár ilyenkor, mint mondtad, nem az a legfontosabb? Így van, nem ez a legfontosabb, de mégis azért az elvégzett egy hónap munkájának tükrében azt gondolom, hogy ezek a csapatok két hét múlva a bajnokságot játszanak. Mi most járunk a felkészülés felé, úgyhogy egy hónap múlva van az első hazai bajnoki mérkőzésünk. Az első meccsünk az Egerrel volt, ugye ő tavaly még úgymond osztálytárs volt. Egy nagyon jó meccset játszottunk. A végeredmény sajnos egy góllal alul maradtunk ezen a meccsen, viszont én azt gondolom, hogy volt nagyon sok olyan pozitív dolog, amiből mi hosszú távon tudunk építkezni. Aztán a Gyöngyös csapatával játszottunk. Hát sajnos ott nekünk nincs 20 játékosból álló keretünk, úgyhogy ott sajnos egymás után két meccsnél kijött a fáradtság, és ott sajnos beleszaladtunk egy 10 pár gólos vereségbe. Szombaton a helyosztón pedig a tavalyi negyedik helyezett román csapattal, a Turdával játszottunk, ahol 4 góllal kaptunk ki. Úgyhogy összességében mindenképpen pozitív volt, nagyon jó csapatok ellen játszottunk, nagyon hasznos volt, ezekből a hibákból, amiket ott tapasztaltunk, kell építkezni, és igazából a következő egy hónap feladata az úgymond finom hangolás, mind taktikában, mind technikában, tehát a következő edzőmérkőzéseken már ennek tükrében készülünk. A hétvégén újabb tornára utaztok Gyöngyöse, ott kik ellen léphettek majd pályára? Újfent csak NB1-es és első osztályú csapatok lesznek. Egyedül mi leszünk a másodosztályú csapat. A Szlovákiából a Topolcsány nevezetű csapat, ő tavaly másik volt a bajnokságban, a Gyöngyös lesz ott, a Balmazújváros lesz ott. Ez mindenképpen egy nagyon komoly játékerőt képviselő csapatokkal fogunk ismét találkozni. De mint mondtam, mi abszolút szeretnénk a bajnokságban az első három helyen végezni. Ez én azt gondolom, hogy ilyen szintű mérkőzéseket kell játszanunk. Ha ezeken meg tudunk felelni, ezeken helyt tudunk állni, akkor én azt gondolom, hogy a saját bajnokságunkban is sem lesz probléma, hogyha majd egy nehezebb mérkőzés kell játszani. Két felkészülési tornán vesznek részt a bajnoki rajtig a nyíregyházi tekézők. A hétvégén a szolnoki Tiszakupán, egy héttel később pedig a szlovákiai nagysárosan lépnek dobóállásba fintáig.
A következő két hét vége azt lehet mondani, most már abszolút a felkészülés utolsó állomásait jelenti, olyannyira, hogy a jövő hét szombaton 22-én Szolnokra megyünk két csapattal a Tisza kupára. Ez évek óta nem járunk oda, viszont mivel a Szolnok most visszakerült a Szuperligába, és azt lehet mondani, hogy megerősödött csapattal vág neki ennek a szezonnak, így mindenképpen nagyon fontos állomása lesz majd számunkra is a akkori összeütközés velük. Bár igaz, hogy majd ott Szolnokon csak áprilisban fogunk találkozni velük, de azért mindenképpen jó gyakorolni ezeken a pályákon. Rákövetkezendő hétvégén azonban a szokásoknak megfelelően a nagysárosi Sáris kupára megyünk Szlovákiába. Hát azt lehet mondani, hogy a címvédői vagyunk, kétszeres címvédői ennek a kupának. Nagy meglepetésre tavaly is néhány fával, de meg tudtuk verni a hazaiakat hazai pályán. Úgyhogy most, mint hallottuk, nagyon készülnek a hazaiak, és nagyon várnak már, hogy nagyon szeretnének visszavágni számunkra. Úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy a bajnokság rajtja előtt az lesz az igazán nagy felmérő próba számunkra, hogy azt követően Budapesten a BKV előréhez szeptember 5-én már egy, azt lehet mondani, egy felspanolt csapattal tudjunk érkezni. Elkészült a sorsolás. Mert azt mondják, egy bajnokságban mindenkivel kell játszani, de azért mégsem mindegy, hogy milyen erőségű ellenfelek követik egymást, mennyire kedvező számotokra. A sorsolási szisztéma az nagyon egyszerűen alakul. A tavalyi szereplések alapján kapják a csapatok a rangsorolási számaikat, és azt lehet mondani, hogy az első fordulóban az első hat legerősebb fogadja a második hatot, úgyhogy mindenképpen a hátsó lazabban végzetteknek nehezebb dolga van. Hát végül is, mivel mi tavaly hetedikek voltunk a bajnokságban, így a hatodik helyezett BKV előréhez látunk. Azt lehet mondani, hogy a sorsolásban az első forduló az mindenképpen kielezett mérkőzés lesz a BKV otthonában, még soha nem sikerült diadalmoskodni. Nagyon sokszor már megszorongattuk őket, két évvel ezelőtt a rájátszásban egy döntetlent is tudtunk ellenük véghez vinni, úgyhogy mindenképpen egy jó mérkőzés vár ránk, és azt követően pedig a Kaposvár látogat el hozzánk ide Nyíregyházára, úgymond egy nyitó hazai fordulóra 12-én, majd szeptemberben, ami szintén egy két azonos képes csapat csatája lesz majd, és utána következik négy olyan mérkőzés sorozatban: a megerősödött Győr, mint tudjuk, a Kahuk Levente világbajnok odaigazolt, majd a Répcelak, illetve az Allegria Szeged, Szeged következik. Ez egy olyan négy mérkőzés, amikor igazából csak edzenünk kell velük, mert tényleg más kategória mind a négy csapat, és hozzáteszem, hogy alaposan megerősödött mind a négy csapat a nyár folyamán, úgyhogy tovább nőtt a távolság velünk szembe. Viszont a hetedik fordulóban újra nagyon fontos mérkőzések várnak ránk, mint ahogy a sorsolásból is kijön, hogy a hátsó alakzatokkal fogunk játszani folyamatosan. Úgyhogy azt gondolom, hogy számunkra egész kedvező ez a sorsolás. Végül is van az elén egy-két kemény mérkőzés, és utána bőven van több mint egy hónap felkészülési idő, meg még közötte természetesen a jubileumú 15. Kárpát kupa, és azt követően jönnek majd az igazi nagy mérkőzések számunkra, hogy azt lehet mondani, hogy a hátsó alakzat és a közép mezőnynek a csapatai mérik majd össze tudásukat, és hozzáteszem, hogy igen kiélezett lesz majd a hátsó régiókban is a minden egyes mérkőzés, meg közel azonos képességű csapatok vannak ott is, úgyhogy azt lehet mondani, egy nagyon jó bajnokság elé nézünk, és talán nem csoda, de szokták mondani több helyen is, hogy minden évük egyik legerősebb magyar bajnoksága következik ebbe az évbe. Egy új mozgalom indult útjára két hónappal ezelőtt Magyarországon. A cél az, hogy minél többen próbáljanak ki valamilyen sportágat. A Sporttól a Nemzet sportmozgalomról beszélünk. Ez gyakorlatilag egy kedvezményes sportolói kártya rendszerbe öltestet. Egy sportkártya rendszert tud regisztrálni, illetve megkérni a sporttanulni vágyó. És ennek az a lényege, hogy a sporthelyszíneken minimum 50% kedvezménnyel tudnak rendszeresen sportolni. Minél szélesebb sportági palettát szeretnénk kínálni ebben a rendszerben, most már több mint 18 városban van jelen a rendszer Magyarországon. 31 néhány sportágot tudunk kínálni, többek között Nyíregyházán is már jó pár helyszín van, illetve a kelet-magyarországi régióban. Mire kell gondolni? Stadionokra, konditermekre, futópályákra, szabadtéri kondi parkokra, úszodákra? Gyakorlatilag tök mindegy. A mozgalomnak pontosan az a lényege, hogy teljesen mindegy, hogy mit csak valamilyen módon sportolásra tudjuk motiválni a lakosságot, mert ugye azt tudjuk mindannyian, hogy sajnos elég gyalázatos a fizikai állapot
a lakosságnak is. Hát valamilyen módon sportolni kell, tehát az nem kérdés. Az egészségünk miatt, a közösség miatt, a jó érzésünk miatt, hogy szellemileg, fizikailag fittebbek legyünk, hogy egyáltalán jobban érezzük magunkat, sportolni kell, nincs mese is. Ebbe remélhetőleg majd hatékonyan fog tudni segíteni ez a rendszer, amit nemrégiben indítottunk. A nem megcélzott korosztály? Ez a 3-tól 99 éves korig természetesen. Annyi a megkötés, a 18 év alatt jelentkezőknek szülői hozzájárulás is szükséges a kártyaigényléshez. Az összes többi az megy magától. Egyszerű és gyors a regisztráció. Kártyát meg tudja kapni az ember. Van egy mobil applikációnk, amit ha letöltenek, akkor gyakorlatilag az igénylés után nem kell megvárni, hogy a kártya fizikailag is megérkezzen, hanem a mobil okostelefonon már megjelenik az a QR kód, amivel gyakorlatilag lehetőség nyílik a kedvezmények igénybe vételére. 2 hónapja indult a mozgalom, milyenek az eddigi tapasztalatok, mennyire nyitottak az emberek erre a kezdeményezésre? Vegyes, megmondom őszintén. Először is ugye tavaly ősszel már a Délaföldön csináltunk, ez szegedi központú a kezdeményezés különben, és a Délaföldön csináltunk egy 3 hónapos próba pilot projektet, és ott több mint 40 helyszínt sikerült ebbe a rendszer behozni. Vegyesek voltak a tapasztalatok ott is, és most az elmúlt 2 hónapban is. Ugyanis a sporthelyszínek részéről nagyon pozitív a visszajelzés. Nagyon szívesen és szinte kivétel nélkül, akiket megkerestünk, kapcsolódnak a rendszerre. Miért ne tennék, hiszen egyrésztről díjmentes a csatlakozás, másrésztről olyan lehetőségeket nyújt a megjelenésük, ami országos promócióhoz kötött, olyan fajta csatornákból is jöhetnek új vevők, érdeklődők, sportolni váljuk, amit esetleg ők eddig nem értek el, illetve azokat az időpontokat is tudják hasznosítani, amik kevésbé kihasználtak eddig. Tehát a sporthelyszínek részéről mindenféleképpen pozitív. A kártyaigénylés is elindult, hiszen folyamatosan többféle csatornán folyik a kampány. A használattal van még egy pici hiányosság, tehát ahhoz képest is, amennyien kártyát igényeltek, még kevesen használták ki ezt a kártyát, pedig most már több mint 80 helyszínen lehet az országba igénybe venni. 400 egyesületben több mint 20 ezeren karatéznak Magyarországon. A sportág helyzetéről és lehetőségeiről a szövetség alelnökével beszélgettünk. 1972-ben Antal János mester volt, aki Magyarországon a Sotokán karatét behozta, és már rendszeresen edzések voltak. Utána óriási fejlődött a sportág. Ma jelenleg ott tartunk, hogy 400 egyesület, több mint 400 egyesületben több mint 20 000 sportoló űzi ezt a nagyon szép sportágat. Van 3 versenyrendszer, a knockdown, ami full contact, csak csodán, ma lehet full contactba ütni, rúgni lehet fejre persze. Van a VKF rendszerű karata, és valamit mi csinálunk, úgynevezett tradicionális karata verseny, ez egy porsapú, ez volt az első. Én úgy gondolom, hogy mi ezt szeretjük a legjobban. Magyarországon ugye az olimpiai sportágok viszonylag könnyű helyzetben vannak. Milyen helyzetben van egy olyan sportág, amelyik nem vesz részt az olimpián? Az olimpián nem vesz részt, Mosponynak lobbik, hogy fölkerüljön. Azért azt tudni kell mindenkinek, hogy nincsen országon, ne legyen karata. És létszámot tekintve Magyarországon is a második legtöbbet űzött sportág a karata, ami azt jelzi előre, hogy előbb-utóbb valószínűleg egy olimpiai sportág lesz. Több mint 20 éve azon dolgoztak a szakemberek, hogy az legyen. Most is benne van abban az 5 sportágban, amiből kiválaszthatják, hogy hát a következő olimpián részt fog venni, illetve majd Tokióban. Meglátjuk. Mindenképpen jót is ad a sportágnak. Egy nagyon kicsit azért a tradíciókat meg kell őrizni. Nem szeretnénk azt, hogy más csak ez legyen. A kettőt együtt lehet csinálni. Tradíció és sport. Eredményességet tekintve hol áll nemzetközi szinten a magyar karate? Bármelyik versenyrendszert mondom, szerintem nagyon-nagyon jó helyen állunk. Akár a VKF versenyrendszert űzők is nagyon szép eredményeket értek el az elmúlt időszakban, főleg a junior korosztályban. Ennyi érvük talán soha nem volt. Az elmúlt 3 évben tényleg úgy látszik, hogy fejlődés van. Fejlődhetni ott kell erősödni, ott is, nálunk is. Nagyon szépen dolgoznak a konnan versenyszabály hívei is, és nagyon örömre szolgál az, hogy mi is, a Lipponsabú Szakák részei is, 3 nagy világversenyt szoktunk látogatni,
a mi szövetségünk, a Eszkárdőjen világszövetség tagja, minden évben két nagy versenyre szoktunk kimenni. Most legutoljára Lengyelországon voltunk Európa-bajnokságon, ahol 16 évet szereztünk, ami nagyon-nagyon komoly érem, ez haladó kategória, és nagyon bízom benne, hogy Szabadkán lesz a következő nagy megmentés október 10-én, világbajnokság, több mint 1200 részvevővel, nagyon szeretnénk jól tájtálni. Mit ad ez a sportág azoknak, akik elkezdik űzni? Én azt szoktam mondani, hogy mindenki megtalálja benne azt, amit keres. A legfontosabb talán egy pár apróságot hagyd mondjak. Legfontosabb, hogy önuralmat ad, tiszteletemel, fegyelememel, maga az egész edzés módszer olyan, hogy nincs beszélgetés, csak gyakorlatok vannak. Nem egy katonai jelleg, de azért ilyenféle katonai jelleggel működik a történet, rendben kell lenni. Ezen kívül egészséget ad, rugalmasságot ad, akaraterőt, kitartást, mindent. Aki azt keresi benne, hogy egy nagyon jó brigádhoz tartozza, nagyon jó társághoz, egy nagyon jó csapatépítő, akár az edzőtávok, akár a versenyek, akár az edzések. Pluszban azért hagyd mondjam el, hogy aki önvédelmet keres, mai világban az kőkeményen megtalálja benne. Nem beszélve pedig a versenyzésről, nem utolsóban. Látunk egészen piciket, hány éves korban lehet elkezdeni ezt a sportágat, és hány éves korig lehet űzni? Itt azt mondanám, hogy meddig lehet űzni, az abszolút kortalan. Van közöttünk 70 éves is, aki lejár edzésekre. Nekem is személyesen van két olyan tanítvány, aki 65 év körüli. Nagy örömmel mai napig edzenek, meg hetente kétszer lejárnak edzése. Mikor lehet elkezdeni? Én azt szoktam javasolni, hogy 6 éves kor, ezt hál' Istennek soha nem tartják be. A legfiatalabb versenyt, amit ma hoztam versenyre, 4,5 éves volt, de itt volt egy ilyen pici kategória, ahol lehetett látni, hogy helyben csináltak gyakorlatokat, lépésben csináltak gyakorlatokat. Öröm volt látni, hogy 4,5 éves gyerek koordinált mozgást végez, fegyelmezetten, nem beszélve, odafigyelve, fantasztikus. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!